Sziasztok, ez a Poétkászt negyedik adása, mellettem pedig Smelka Sándor író és költő, másik oldalamon pedig Márkus István könyvtáros. A negyedik adás pedig mi másról szólhatna, mint az örök témáról, hiszen a múltkori adásunk végén a harmadikban felvetettük, hogy a szerelem lesz a következő téma. Hát jöjjön ez az örök téma. Hogy is kezdjük ezt a beszélgetést, hiszen a szerelem egy olyan téma, ami azt lehet mondani, hogy mindenki számára ismerős, sőt, szerintem nincs olyan ember a világon, aki ne írt volna szerelmes verset. Tehát, hogyha a költészetet vesszük, akkor valahol itt kezdődik szerintem a költészet, aztán eljutunk az első emeletig, meg kikiig, de erről majd később ejtek pár szót, mert idefele jövet éppen a Petőfi Rádió Nesz szólt, és egy kicsit úgy megdöbbentem, de majd egy kicsit később visszatérünk egyre. De hogy látjátok ezt a kapcsolatot? Emberek, szerelem, versírás, ez kihagyhatatlan, kikerülhetetlen, nem? Így van. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Örülünk, hogy itt vagyunk negyedik alkalommal, és egy habkönnyű téma, ami nagyon nehéz egyébként, a szerelem és a költészet. Hát nincs olyan fűszapoétától kezdve a komoly költőig, aki ne a szerelemről írna. Mindegy, hogy kinek írja, de akkor is szerelembe esik egyszer csak az ember, és akkor meg kell, tollat kell ragadni, és megírni ezeket a szerelmes strófákat, elmondani, vagy csak titokban átküldeni, vagy eljuttatni még régebben levéllel, illatos levéllel, de akár messengeren a mostani 21. században, tényleg örök téma a szerelem. Hát a versírás meg a szerelem az szorosan összetartozik szerintem, mert általában a költészet ott kezdődik, tehát én is akkor kezdtem el verseket írni, vagy az irodalommal foglalkozni, amikor szerelmes lettem. Hát ezek ilyen plátói szerelmek voltak, és azokat próbáltam leírni. Szerintem a legtöbb ember, amikor verset ír, gyerekként, fiatalként, kamaszként, szerintem akkor szerelmes verset kezd el írni. És hát valahol ezzel is találkozunk először az iskolában, nem? Így van, így van. Hát az első... Szafónál. Nem Szafónál, hanem a pad alatti postával. Tehát általános iskola felső tagozat, gimnáziumi, plátói szerelmek, ahogy Sanyi mondta, de hát a kiteljesedés én nálam az egyetemi évek alatt ott lehet megtalálni a szerelmet, és ott már komoly kapcsolat, mert viszonzást is kapsz, vagy elutasítást is kapsz, de ha tollat ragadsz, és megpróbálod a szerelmet tárgyának elmondani, hogy mit is érzel, akkor versbe szépen meg lehet fogalmazni. Várja, most képzeljük el mindezt a Tinderen. Hú, de nagy a csönd! Nagy a csönd, igen. Elképzelhetem. Igen, hát azt gondolom, hogy szerelmesnek lenni az nagyon jó. És sokszor az emberek nem is a szerelem konkrét tárgyába szerelmesek, én szerintem, hanem magába a szerelembe, mert jó szerelmesnek lenni. Ugye egy alapvető emberi érzésről van szó, ami áthatja, azt lehet mondani, az egész világunkat. Mit láttok ti ebbe? Így van? Hát József Attila azt írja, hogy mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel keveredsz-e egyik versébe, tehát hogy lényegtelen az, hogy van viszonzása a szerelemnek, hanem inkább a szerelem, mint érzés az a legfontosabb. Na bum neki, és el is jutottunk kikéig, ugyanis ez gyorsan ment, későbbre ígértem, de nem ki kell, hogy jöjjön belőlem ez a kigúnyolhatsz és ellökhetsz, az északi sarkig is ellökhetsz, elér bárhol a csak azért is szerelem. Tehát ez gyakorlatilag már a bántalmazó szerelemnek a dolga, és ez így megírva, és azért ugye nem is tudom, ez 90-es évekbeli szám lehet? 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy ez még, ez gyerekek, ez teljesen korrekt volt. Igen. És most meg játssza a Petőfi Rádió, és belegondoltam, hogy gyakorlatilag ez egy bántalmazó dolog, hogy akárhova üzöl, akárhova mész, én akkor is ott lehetsz, és üldözlek a szerelmemmel. Justi, szeretlek, akkor is oda megyek, ha kidobsz az ablakon, akkor is bekopogok, visszacsöngetek, ha letagad a család, akkor is, anyuka, apuka megkerget sodrófával, akkor is szeretlek. Mindegy.
akkor is. Hát meg kell különböztetni ugye apás szülőket, meg anya, lányos szülőket, mert hát máshogy éli meg egy apa-anya, amikor a fiú serdülővé válik, és akkor elkezd a lányok után menni, a párkapcsolatot keresi, a szerelmet, tele dobódik az agya adrenalinnal, és más, amikor a lányos szülők féltik azt a kis királylányukat, hercegnőjüket, hogy egyszer csak ő is szerelmes lesz, illetve kap szerelmi, csak azért is szerelmi leveleket, vagy meghívásokat. Így a szülők azok igenis átesnek ezen, és utána csak nosztalgiáznak, hogy hú, mi is voltunk fiatalok. Meg... az utóbbi helyzet az ismerős neked. Igen, mint lányosok. Na, mesélj erről. Hát előbb-utóbb eljön a nagylányomnak is az, hogy elkezd udvarolni neki fiatalember, hívja majd moziba, hívja randira, sütikézni, üdítőzni, kapucsinózni. Hát és hát természetesen, mint a lányos apa. Kikészítetted a vasvillát? Nem, sóspuska van. Nem, hát itt természetesen előjön a szülői gondoskodás, hogy leülni, megbeszélni a dolgokat, milyen életszakaszba került az adott lány, és akkor remélem, hogy abba bízok, hogy a fiatalembert is, vagy a fiatal embereket is, akik ebbe a korba elkezdenek a lányok után futni, felhomályosítják, felvilágosítják, hogy milyen illendően kell rájuk megközelíteni a lányokat. Ehhez képest a fiús apuka, menjél fiam, menjél, csak ne legyen baj belőle. Így van, hát persze, hát ők meg biztatják. Hát én, mint apura visszagondolva, ő is mondta, édes fiam, menjél nyugodtan, keresd a lányokat, ők is azt szeretnék, hogy barátkozzatok, hogy menjetek strandtól kezdve moziig, és akkor lehet menni. Csak vigyázzál tényleg, tehát nehogy gond legyen. Meg kell jegyeznem, hogy azért ez máshogy is működik, mert például nálunk ez nagyon természetesen ment át ez a folyamat, ugyanis a gyerekek hozzák a példát, illetve amit látnak példát, azt lekövetik általában. Én azt veszem észre legalábbis a saját magunknál. Nekünk ugye egy tartós kapcsolat sikerült, már a múlt adásban ez szóba került, és nagyon úgy néz ki, hogy a gyerek is ezt a mintát követi a nagyobb gyerkőc is. De mi van veled, Sanyi, aki most éled meg a szerelmet? Hát most talált rám a szerelem. Na, mesélj egy kicsit. Nagyon hosszú ideig. Hurrá! Nagyon hosszú ideig nem volt szerelem az életemben, sőt, néha nem is hittem a szerelemben, tehát nagyon, hogy azt gondolom, nem létezik. És ugye az első vers, amit hoztam, pont erről is szól. És hát én nem voltam a romantikus típus. Tehát inkább a humor volt az, ami fontos volt számomra, és azzal próbáltam átevickíni az életen. És hát most az történt, hogy összeismerkedtem egy lányjal, aki viszont szeret, aki nagyon jó támasz, aki nagyon jó segítség, és hát olyan kapcsolat, amiről álmodni sem mertem. Gratulálunk, és sok boldogságot kívánok. Most eszembe jutott, itt a költői anyaképeknél beszéltünk arról, hogy nagyon sok minden hiány motiválta az anyaképpel kapcsolatban, de ezt hiányként érted meg a szerelemnek a nem létét, vagy mondtad, hogy nem hiszel a szerelembe, vagy pedig csak egészen egyszerűen úgy gondoltad, hogy ez nem létezik? Hát nem éltem át. Tehát nem élted nem át. Éltem át. Nem, de akkor nem hiányként élted meg végül is, hanem nem élted át nem is. Nem éltem át. Tehát amikor néztem romantikus filmeket, most nem az 51. randi, meg a Titanic, meg ilyesmi, hanem úgy tudom, a Las Vegas végállomás például. És akkor az ember nézte a filmet, és nem értette azt, hogy a prostituált és az alkoholista között mi az a kapocs, amit összetartja őket. És azt tudtam, hogy ez a szerelem. Csak én nem értem ezt még át, hogy ez milyen érzés, amikor tényleg nem érdekel, hogy prostituált a másik, nem érdekel, hogy alkoholista, nem érdekel, hanem hogy van valami vonzás, ami oda taszít hozzá. Uh-huh. És ezt nem tudtam. Ez olyan, mint a Star Wars, hogy nézem a Csillagok háborúját, és tudom azt, hogy a Yoda az erővel emeli ki a repülőgépet a mocsárból.
Tehát azt tudom, hogy az az erő. Csak én nem tudom azt még kiemelni, nem emeltem még ki azt. Tehát még nem használtam, nem tudom, milyen az. De... És így volt a szerelemmel is, hogy tudtam, hogy na, az a szerelem. Csak nem tudtam, hogy ez hogy működik. Uh-huh. Volt néhány rossz kapcsolatom, vagy rosszabb ilyen tapasztalatom ezzel kapcsolatban, és akkor úgy hosszú időre bezárkodtam, és akkor elmentem inkább a humorosabb, vagy a kajánkodás irányába, vagy a nem tudom, cinikus cél felé, vagy nem tudom, uh-huh. A cinikus irányba. Most, hogy már kiderült, hogy nem science fiction számodra se a szerelem. Igen. Nézzük meg, hova jutottál általa. Én két verset is hoztam. Az egyik saját, a másik pedig Kafka Margit Litánia című verse. Ez azért fontos számomra, mert ezt ugyan, hát erről szól, amit mondtam, hogy én olvastam ezt a verset, és egyszerűen azt gondoltam, hogy ilyen nincs, amit le van írva. Tehát, hogy ez nem éltem még ezt át, amit a Kafka Margit megfogalmazott. Litánia. Te édes, kedves társam, miféle szerződés ez? Micsoda Isten írta, mikor szívünkbe írta? Ez puha fehér párnám, mint nem nyugodtam eddig, lelkem szép muzsikája, mit nem hallottam eddig. Bölcsességgel teljes könyv, mostanig nem tanultam, én friss jó egészségem, mi soká beteg voltam. Én reggeli harangszom, szép napos délutánom, szelíd estély lámpám, sűrű csillagos éjem, ó éjem, égem, kékem, te kedves kedvességem. Csobogó teli korsom, friss hajnali harangszom, csendes, nyugalmas álmom, napfényes délutánom. Szerelem, ezt már írtuk, prózába, versbe sírtuk. Szerelem, olcsó szó ez, szerelem, így ne hívjuk. Apám vagy, és fiam vagy, a mátkám és a bátyám, kicsiny, fészkes madárkám, ideál, szent, komoly nagy, pajtásom, kedvesen vagy. Hittel és emberséggel, első te, kit vállallak, kit szóval, szívvel vallak, és álmomba se csallak, kit bántani nem hagynék, kértán ölni tudnék, te édes, kedves társam, miféle szerződés ez? Micsoda Isten írta? Gyönyörű vers. Gyönyörű. És hát azt gondolom, hogy benne van az a mondat, hogy talán ott a második, harmadik versszakban egy picit odalapozok, jó? Szerelem, ezt már írtuk, prózába, versbe sírtuk, szerelem, olcsó ez, szerelem, így ne hívjuk. Tehát annyi mindenki, tehát ez az a téma, amiről már mindent leírtak. Így van. Ahogy beszéltük is, és mégis lehet egyedileg szólni erről a témáról, hiszen mindenki számára más a megélés a szerelemben, és ettől lesz olyan csodálatos, és ettől lesz örök szerintem ez a téma, és ez nagyon jó meg van fogalmazva ebbe a versbe. Te viszont egy sokkal súlyosabb verset hoztál most Radnóti Miklóstól. Így van, Radnóti Miklós Két karodban című versét hoztam. 1941-ben írt a Radnóti Miklós a legvérzivatarosabb időkben, amikor a kirekesztettség, az üldözöttség és a véres háború zajlott Európában, és már az egész világon kiterjedt. És mégis Radnóti Miklós Fanni iránt érzett szerelmét rengetegszer megírta, és ebbe a pár sorba is, hamarosan felolvasom, meg lehet találni azt, hogy mit is jelent neki a szerelem. Radnóti Miklós Két karodban. Két karodban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag, két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karodban átölelsz te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, két karodban a halálon, mint egy álmon, átesem. Egyszerűen pár mondatban leírja Miklós, hogy fél a haláltól, megjelenik a halál félelem, de mégis ott van az a szerető kar, aki biztonságot ad, és talán
az a halál, ami sajnos megjósolta, eljön neki, Bóri Notesz, stb. Írásai, eklógák, hogy egy álmon átesik, de ez is egy olyan álom lesz, hogy szerelem ez az álom. Igen, és tudod, amikor átküldted előre ezt a verset, akkor nagyon megdöbbentem, mert ugye én is írtam egy verset hasonló, szabad ilyet mondani, hogy hasonló. Úgy próbálkoztam megfogni egy kicsit ezt a témát ebből a nézőpontból. Nem a Radnóti nézőpontjából, de majd mindjárt felolvasom, és azt hiszem, hogy érteni fogják, és érteni fogjátok, de megborsózott a hátam is azért, mert olyan érzésem volt, mint hogy egy pillanatra Radnóti fölébredt volna az álomból, és megint én reflektáltam. Pedig arról igen. volt szó az elején, hogy azt fogjuk csinálni, hogy én hozok egy verset, és akkor reflektáltok rá. Ez megint megfordul, de jó ez így, teljesen jó ez így, és gyakorlatilag én reflektálok most a Kezem a kezedben című verssel. Kezem a kezedben. Fölriadtam. Álmomban kezem a kezedben. Csillapodnék, de újra lángra kap egy érzelem. Emlékszem. Kezem kezedben észrevétlen. Jól emlékszem, vagy mégsem? Csak játszik a képzetem. Ébren vagyok. Mégis érzem. Érzem kezem a kezedben. Annyira erős volt bennem ez a kép, hogy mint hogyha tényleg felébredt volna Radnóti egy pillanatra, és egy hosszú álom után maga mellé pillant az ágyban. Örülök, hogy akkor, amit hoztam, az most így megütött, és hát reflektáltál a te verseddel, és ahogy a te versedben is, új Radnótinál is, azok a finom érintések hiánya vagy vágya jelenik meg, hiszen te kéz a kézben írtál, Radnóti meg a karakarban, a karodba ölelve vannak, és ennél szebb pillanatok kevés van ilyen egy életben. És az jutott eszembe, hogy amikor a kéz a kézben szóról, hogy milyen jó érzés az, amikor megfogod a másik kezét, és az olyan természetesnek hat az már, hogy szinte észre se veszed. De amit tudom, hogy kivonna a kezét a kezedből, akkor azt már hiányként tudnád érzékelni. Igen. De az annyira természetes mozdulat, annyira természetes, hogy fog egymás kezét, hogy az... Ez a, hát olyan, mint a levegőt szívnál be, vagy nem tudom, tehát ilyen, ami szükséges az élethez, és ha nem lenne, akkor vennéd észre, hogy nincsen. Igen, igen. A második vers, amit hoztam egyébként, pont ehhez fog kapcsolódni. Most akkor nézzük a te saját versedet. Kamaszkori szerelmeimről kétszer írtam verset. Egyszer, amikor kamasz voltam, és ugye akkor szerelmes voltam, akkor is nagyon sok verset írtam erről, amelyek hát nem mindig voltak jók. És azok néha, hogy el is téptem őket, meg nem nagyon őztem meg őket. És a másik versek azok akkor íródtak, amikor majd felnőttem, és visszaemlékeztem a karavaszkori szerelmekre. És ez a vers az utóbbi kategóriába tartozik. Kölyök kutya volt a nyár. Egy kölyök kutya volt a nyár. Virgonc, lármás, kissé bolond, körbeugrált mindkettőnket, és nem féltem még a pofont. Egy turista út volt a nyár, vagy lehet, hogy a mecsek volt. Kergetőztünk fától fáig, hol minden zöldelt, tékozolt. Kissé kószos volt az a nyár, ki reggelenként korán kelt, tágas réten elfeküdtünk, és bámultuk az eget fent. Ez is a pillanat. A szerelem igen, pillanata. Igen. Így van. A megélés, igen, az átélés. Igen. És ez már nem akkor íródott, amikor szerelmes voltam, ez már évtizedekkel utána visszatekintésként. Említetted, hogy többször volt, hogy eldobtál verseket is, és hogy értéktelennek tartottad
ezeket az első kezdetleges, kezdeti alkotásokat. Vissza szoktál nyúlni? Szoktál javítgatni egyébként a verseken mostanában, már hogyha találsz egy régebbit a fiókban, vagy a számítógépen? Mert én azt veszem észre például magamon, hogy mostanában rendszeresen kezdek bele nyúlni régi verseimben. Hát nem jellemző számomra, tehát néha egyet-egyet-egyes sort azért kijavítok azok közül, amelyek úgy, hát a pár, elmúlt pár évben születtek, és amelyek még úgy nagyjából komolyan tudok venni, vagy amit még lehet elküldeni ide-oda, de a, hát egy nagyon archív régi-régi verseket, ilyen 10 éves verseket, vagy 20 éves verseket, azokat hát tudom, hogy meghagyom úgy, hogy van egy kordokumentumként, vagy... Hát igen, mert jön a gondolat, hogy ugye egy akkori érzést írnál felül akkor vele, és igen, ez egy ilyen dilemma. Meghagyom. Nekem is most mint egy közbeítő gondolat ez az egész rész. Igen. Mint egy műemléki házat meghagyunk ugyanúgy, ahogy amikor úgy építették, vagy ahogy azt tervezték, és hát ezeket a verseket is úgy kezelem, hogy ilyen, hát akkor így tudtam írni, ez egy ilyen dokumentum arról, hogy akkor hogy írtam. Kézversek. Kézversek, igen. Igen. És akkor említetted, hogy mennyire természetesre vesszük a dolgokat. Egyébként hajlamosak vagyunk erre az élet minden területén, hogy ami éppen itt van előttünk, amit éppen megélünk, azt olyan evidensnek gondoljuk, nem foglalkozunk azzal, hogy ez egy mulandó pillanatnyi állapot. És valahol erről szól a másik vers, amit én hoztam, ez pedig a Szomjas veréb. Szomjas veréb. Nem én leszek, aki megváltja a világot. Csak egy leszek neked, akit megérinthetsz. Közel leszek, csak egy leszek neked. Belesüppedek a jelentéktelenségbe, de kényelmes leszek neked. Természetes, mint egy fotel. Csak a tiéd leszek. És ha majd évek múlva már észre sem veszel, csendben átköltözök az emlékeidbe. Új szobába réges-régi leszek. Csak egy leszek neked. Soha nem leszek szemét. Verejtéked magamba zárt illatából iszik egy veréb, lomok között, lentről felnézek ablakodra, örülök, ha látlak. Egy leszek neked, aki sír is utánad. Felemelnek, eldobnak, temetnek, de az már nem én leszek, mert felszívódtam rég. Tiéd leszek, mint egyetlen igaz emlék. Közel leszek. Az egy leszek neked. Igen, megpróbáltad megfogalmazni te is, amit az előző versekben is, meg én szerintem mindegyikben, hogy halljuk, hogy a teből és énből mi leszünk. Az örök mi leszünk. És lehet, hogy nem váltjuk meg a világot, de a mi kis világunkat együtt felépítjük. És igaz, bármilyen is vagy, el lett téged fogadni olyannak, amilyen vagy. Hát igen, a szerelem mellé az elfogadás az nagyon fontos, hiszen a tolerancia az még jobban építi ezt a kapcsolatot, ami adrenalin löketet ad a szívnek, a gondolatnak, de a mindennapokban, hogyha tovább megyünk, akkor az elfogadás, tolerancia nagyon fontos, és ennek a párkapcsolatnak úgy, mint nekünk a levegő, vagy az egészség, a testi egészség, igenis nagyon fontos, hogy a szerelem szeretetté és elfogadássá csillapodjon egy idő után. Amit én itt még fontosnak tartok elmondani, az az, hogy ugye abból az a kiinduló pont, hogy
semmi nem pillanatnyi, mégis a pillanatnyira úgy tekintünk, hogy az van, és az mindig úgy lesz. De a változás az örök az életben, az folyamatos, és évek múlva már átértékelünk, és máshogy látunk dolgokat, és az milyen jó, hogyha ennek ellenére tudunk a fotel szemszögéből akár úgy látni, hogy gyakorlatilag ugyanazt az embert próbáljuk mindig látni, aki akkor volt. Próbáljuk mindig a jó oldalát látni, és a jót keresni egymás között, egymásban, mert hajlamosak vagyunk az életben könnyelműnek lenni, és más nézőpontból nézni, a pillanatnyi nézőpontunkból nézni éppen egy szituációt, ami lehet akár egy veszekedés, lehet egy felelőtlenül, vagy meggondolatlanul kimondott gondolat, amiből konfliktusok tudnak sarjadni, és fel tudnak nőni, sőt egész erdővé tudnak terebélyesedni. Dzsungellé. Igen, és aztán ebből már nem tudnak kikeveredni az emberek, és ez egyre inkább a távolság felé viszi őket, elkezdenek más utakat keresni, és amit eddig jóként láttak a másikban, azt elkezdik átértékelni. Tehát valahol ezt próbálta igazából ez a vers egy picit visszaadni, hogy azt az örök létet megmenteni, amit akkor láttunk, amikor a legnagyobb boldogságban éltük a perceinket. Nagyon nehéz ez a téma, és nagyon-nagyon-nagyon sok verset lehetett volna még idehozni. Ez csak egy kis piszkálódás a hangyapoly felett. És hát ugyanúgy piszkálódás ez az egész Poétkászt, hiszen 4 kísérleti adást vehettünk föl a Pécsi Tudományegyetem jóvoltából, amit ezúton is köszönünk, és hát bízunk benne, hogy a jövőben folytatni fogjuk ezt a sorozatot, mégpedig úgy, hogy szeptembertől szeretnénk, hogyha egyetemisták is csatlakoznának hozzánk, hoznák a kis saját verseiket, költeményeiket, úgyhogy arra buzdítunk mindenkit így az adás végén, hogy írjatok sokat, mondjatok verseket, olvassatok verseket, és szeptemberben találkozunk a következő Poétkászton. Pisti, ti hogy búcsúznátok? Hasonlóan, én is nagyon jól éreztem magam ezzel a 4 adás alatt. Tényleg csak röpke pillanatokat, illetve röpke témákat tudtunk csak rövid idő alatt körbejárni, de nem is jártunk körbe, hanem jól fogalmazol, tehát csak belecsíptünk, és ahogy mentünk előre, egyre jobban jöttek a különféle témák, hogy a költő, a költészet milyen témákat, milyen emberi gondolatokat próbál mindig megfogalmazni. Folytassuk, én azt mondom, szeptembertől, és tényleg bővítsük ki a kört, jöjjenek a fiatalok, jöjjenek az egyetemisták, és mutassák meg az ő verseiket. Én még azt tenném hozzá, hogy ne csak olvassatok verset, ne csak írjatok verset, hanem tanuljátok meg a verseket is fejből. Mert az nagyon jó, amikor egy-egy verset el tudtok mondani bármilyen szituációban. Én most az elmúlt napokban, hetekben szóra tanulok verseket, és megkönnyíti a hétköznapjaimat. Tehát ez bármikor oda lehet nyúlni, nem kell hozzá könyv ott a fejedben, felidézed, és ez nagyon sok erőt tud adni. Tehát hajrá, versírás, versolvasás, verstanulás, és szeptemberben találkozunk. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velem ebben a 4 adásban, és hát akkor mindenkit arra biztatok még egyszer, hogy írjatok verseket. Remélem, hogy nagyon sokat tudtatok inspirálódni ezekből az értékes gondolatokból, amelyek itt elhangzottak ebben a 4 adásban. Tartsatok velünk szeptembertől újra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.